Lámpák helyett rendőr irányította a forgalmat péntek délelőtt a Rákóczi út Cifrakapu út kereszteződésében. Nem a közlekedési lámpa romlott el, a Heves megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága rendezte meg a biztonsággal, kék lámpával, rendőri ügyesség és elméleti verseny megyei döntőjét. A verseny célja a rendőri balesetek megelőzése, a szakmai és közlekedési szabályismeret felfrissítése, elmélyítése volt. A szándék lényege az, hogy nyilván a rendőröknek egy magasabb szinten kell ismerni a közlekedési szabályokat, és nyilván el is várjuk tőlük, hogy ezeket be is tartsák és betartassák a közlekedőkkel is. A versenyzők 5 percet töltöttek a kereszteződésben. A bírák többek között azt figyelték, hogy a rendőr hogyan veszi fel a forgalom ritmusát, mennyire szabályosak a karjezései. Fodor Ferenc rendőrzászlós már több megyei versenyt is megnyert. Mint mondta, nem csak a megmérettetés miatt jó egy ilyen alkalom, de az autósoknak sem árt, ha többször találkoznak karos forgalom irányítóval. Az autósok azok, azt mondom, hogy több inkább karos forgalom irányítást kellene nekik tanulni, mind elméletben, mind videókról, tehát nagyon jó videók vannak irányításokról, mert azt mondom, hogy körülbelül 40%-uk ismeri a rendőri karjelzést. A verseny a rutinpályán is zajlott. Az autósoknak 12 feladatot kellett végrehajtaniuk. Volt többek között szlalomozás előre és hátra menetben, áthaladás a szerelőaknán és ördögketrec is. A bójákat megérinteni, hogy a labda fönnmaradjon, nagyon finoman kell bánni a pedálokkal. Igen, az talán a legnehezebb. A motoros ügyességi versenyen is több mint 10 feladatot kellett teljesíteni. Most itt a gyakorlati részén volt ez a Gordiuszi csomó, tehát ott kell legjobban megtörni a motort és nagyon visszafordítani, majd utána egy jobbos fordítóba bal, és ezt ismétli 6-szor egymás követően. Tehát még az első kettő, hogyha meg is van, akkor utána a többi azért okozhat problémát, hogyha nem folyamatos lendülettel töri meg szépen a motort. A biztonsággal kéklámpával verseny országos döntője április közepén lesz Budapesten.